Thank you.
szokatlan, hogy tényleg ennyire tele van a terem. Örülök, hogy tényleg rengeteg ismerős arcot látok. A zenéiskolások közül is hál' Istennek sokan ellátogattak a koncertre. Úgyhogy ez azért nagy öröm számunkra, tehát ez egy, tényleg egy igazi ünnep. Második műsorszámunk Wolfgang Amadeus Mozart harmadik S-dur kürtversenyének második és harmadik tétele lesz, melyet Rácz Péter Sándor fog nekünk tolmácsolni itt a színpadon, ugyanúgy Tóth Kinga tanárnő közreműködésével. Péter 2019-ben végzett itt nálunk, úgyhogy szegény szerintem az elmúlt két évét úgy végezte el a középiskolába, hogy nagyon sokszor itthonról kellett neki a hangszeren az óráit számítógépen keresztül lejátszani. Reméljük, hogy most nem fogja annyira zavarni, hogy közönség is lesz itt előtte. Úgyhogy Becker Gyula tanár úr növendéke volt, és jelenleg a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnáziumban Debrecenben tanul, és reméljük, hogy szép jövő előtt áll ő is a zenei pályán. Úgyhogy hallgassuk meg tőle Mozart S-dur kürtversenyének második és harmadik tételét.
Született C-dur obol verseny első tételét fogjuk meghallgatni Kis Katalin előadásában, aki obol szakon végzett nálunk,
és mai napig is ezt a szakmát űzi, jelenleg a budapesti MÁV szimfonikus zenekarnak a tagja. Tanára itt nálunk Hernádi János tanár úr volt, 2002-ben fejezte be itt tanulmányait, úgyhogy most ő a korelnök itt a csapaton belül, ő a legidősebb, aki visszalátogatott hozzánk. Nagyon örülünk neki, de még mi mindig Pici Katinak hívjuk, ahogy Jancsi bácsi hívta. Aki esetleg nem ismerné, ő egy 4 gyermekes családból érkezett, a 3 bátyja, mindegyik megfordult nálunk, és Katika is. Katika csellón kezdett, aztán utána Obbán folytatta, és a 2 tanárbácsi össze is küzdött egymással, hogy melyik szakon folytassa tovább a tanulmányait, és ő az Obbát választotta, és reméljük, hogy ezt most a színpadon be is fogja bizonyítani, hogy jól tette, úgyhogy Mozart C-dur oboversenyének első tételét fogják hallani Kis Katalin előadásában, és közreműködik Tóth Kinga tanárnő. Thank you.
Segíti iskolánk munkáját, de a tavalyi év, vagyis hát idei tanév végén szerezte meg azt a jogosítványt, amivel most már teljes jogú pedagógus lehet itt az intézményünkbe, úgyhogy a színpadra várom hamarosan Tarcsilla Esztert, aki szatmári dallamokat fog nekünk előadni citerán, aki nagyon sok díjat tudhat már most maga mögött. Nem fogom felsorolni, mert nem készültem azért föl annyira belőle, úgyhogy nagy örömünkre szolgál, hogy most már a csapatunk tagjának tudhatjuk, úgyhogy reméljük, hogy pedagógusként is sok öröm vár rá és sok siker, úgyhogy várjuk ide a színpadra.